Újabb stúdióbeszélgetés következik. Mától új műsor indul a Kossuth Rádióban a Mandiner együttműködésével. Mostantól minden szerdán este 7 órától a hét legérdekesebb politikai, gazdasági, kulturális vagy hétköznapi életünket érintő témákról hallhatók beszélgetések szakértő vendégekkel. Már is jönnek a részletek Titani Like-tól. Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan született meg ez az együttműködés, vagy honnan jött a műsor ötlete? Így is kérdezhetném, hogy a szerda este az a Mandiner jegyében zajlik majd a Kossuth Rádión. Az elmúlt években is a Mandinernél először egy online portál volt, utána a heti lapot indítottunk. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a videó portálunk, illetve a YouTube csatornánk, a podcastünk is szintén nagyon sokat fejlődött, nagyon népszerű lett az elmúlt időszakban, és ehhez jelent egy tovább lépést és egy fejlődést azt, hogy egy lineáris rádióműsor is létrejön itt a Kossuth Rádióval együttműködésben, aminek nagyon büszkék vagyunk, mert minden héten a printlap megjelenése előtti estén a labban lévő legfontosabb témákat dolgozzuk fel. Ezekről hallhatnak az itteni hallgatók, és természetesen arra is van lehetőség, amelyre egyébként sokszor mondjuk az online világba kevésbé, hogy egy ilyen műsor keretében egy-egy témát kibontsunk, elmélyítsünk, olyan szakértőket szólaltassunk meg, akik adott esetben a printlapban nem kaptak szerepet, és azt gondolom, hogy ez nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy a Mandiner és a Kossuth Rádiónak ez egy közös sikeres projektje legyen. Hogyan épül fel egy adás? Több téma is elhangzik, majd egy több témával is foglalkoznak, és több szakértő fog megszólalni élőben, vagy inkább felvételek lesznek tőlük? Ez különböző, tehát a heti lapnak nyilván a címlap, az az, amit itt, hogy mi lesz a címlap sztori, az gyakorlatilag ebből a műsorból tudhatják meg az érdeklődők, de ezen kívül más témákat is kiragadunk, illetve a podcastjeink közül is adásba kerül néhány részlet, a legfontosabb az egyes témákhoz kapcsolódó részletek. A Mandiner podcastok egyébként tényleg nagyon jók, én rendszeresen hallgatom, az itt a reklámhelye volt. A jó Isten tartsa meg a jó szokását. A ma esti, ugye ma este lesz az első adás, ezt el lehet-e spoilerezni, hogy ma miről lesz szó, illetve kik lesznek a vendégek? Hát annyit elárulhatok, hogy a műsor házigazdája Juhász Zsolt, ugye aki a Kossuth Rádiót rendszeresen hallgatja, mint én is, ő neki ez azért egy márka és egy biztosíték arra, hogy itt egy kiváló műsorral lesz dolgunk. Annyit elárulhatok, hogy az Európai Unió, az Európai Uniós pénzek lesz az egyik fő témája az adásnak. Egyébként a Mandinernél ugye említette, hogy a címlap sztori, illetve aki a címlapon szerepel, az mindig kiemelt helyet kap majd az adásban. Ez mennyivel előtte dől el? Mert ugye mire az adás elhangzik, addigra már gondolom a nyomdában van a lap. Természetesen, tehát ilyenkor azért már nem, valószínűleg nem lesz változtatás csütörtök reggelre. Ilyenkor, ha ilyen kulisszatitkokat elárulhatok, kedden van a lapzárták, tehát kedd reggelre biztosra válik, hogy mi a címlap. Azért természetesen előtte is tudjuk, de hát a médiában bármikor bármi előfordulhat, bármikor bejöhet egy olyan esemény, egy olyan történet, amely adott esetben meghatározza azt az időszakot. Gondoljunk csak például az orosz-ukrán háború kitörésére, vagy a Covid-járvány kitörésére, ahol konkrétan például az utolsó pillanatban kellett címlapot cserélni, mert látszódott, hogy ez a történet igazából a legfontosabb lesz a héten. De ez is a szépsége ennek a műfajnak, hogy egy kis csapat folyamatosan agyal azon, hogy mik lennének azok a legfontosabb témák, amelyeket a címlapra tegyünk. És ennek nagyon nagy hatása van az árus eladás szempontjából, tehát látszódik, hogy egy jól eltalált címlap, egy jól sikerült címlap, az igen nagyobb, jóval nagyobb érdeklődést vonz, mint amire utólag kiderül, hogy az annyira nem érdekelte az olvasókat. És mi az, ami leginkább érdekli az olvasókat? Ugye sokan temetik a printet, és amit említett, hogy egy lapnak több láb kell, tehát hogy podcast kell, és YouTube csatorna kell, és rádióműsor, és online felület, és akkor így ez a kerek egész, ez be tudja vonzani az olvasókat? Igen, gyakorlatilag most nem is azt mondom, hogy lapok vannak, most már médiumok vannak, tehát úgy, ahogy a Mandiner is különböző felületeken, tehát gyakorlatilag most már az összes felületen, social media, a TikToktól kezdve a Facebookon át, az Instagramon, még LinkedIn-en is készülnek különböző tartalmak. Természetesen a legfontosabb podcast felületek, YouTube, a print.
Arra nagyon büszkék lehetünk, azt gondolom, hogy a Mandiner egyik azon lapoknak, akik növekedni tudnak, annak ellenére, hogy a print az azért, az online az egy hatalmas előretörésben van, és a print számok mindenhol csökkennek. A Mandiner az egyik kivételek a magyar lappiacon, ahol a számaink tavaly is 13%-os növekedést tudtunk elérni, és azt látjuk, hogy van azért egy olyan olvasóközönség, és én hiszek abba, hogy hosszú távon is van egy olyan olvasóközönség, ahol minél elősebb az online, minél inkább pörög ez a fajta, hogy gyakorlatilag már nem is perceket, hanem másodperceket törtünk egy-egy információ megértésével, feldolgozásával, ott egyszerűen kell jönnie egy olyan gondolatnak, aki azt mondja, hogy igen, én le akarok ülni, el akarok mélyedni, meg akarom fogni. Teljesen más, hát erről kutatások vannak, hogy mennyivel másabb egy nyomtatott szöveget olvasni, mint egy képernyőn egy szöveget olvasni. Sokkal inkább segíti az agyi fejlődéseket, a kogníció folyamatát sokkal inkább támogatja, hogyha valaki papír alapon olvas. Ezt nagyon sok országban egyébként külön próbálják támogatni is, hogy fiatalok minél többet olvassanak papír alapon. Én ezt magamról is tudom, hogy ez egy ilyen szertartás. Meg szerkeszteni is máshogy kell alapot. Tehát, hogyha online-ba ott hullanak elénk a cikkek, föl se tűnik egy labban, mondjuk egy Mandinernél, ahol a 70 oldalon végig kell gondolni, hogy ezt a címformátumot már használtuk, akkor ezt 20 oldallal odébb se még egyszer ne süssük el, vagy azt mondjuk, hogy ez a téma szerepel mondjuk a Belpol rovatban, és a Külpolban is előfordul, akkor utaljunk rá, érezze az olvasó, hogy ez egy szerkesztett lap, ahol külön odafigyeltünk arra, hogy a különböző információk összekapcsolódjanak. Megvan egyébként a közönsége különül, vagy mennyire különül el a közönsége a printnek, az online-nak, a podcastoknak, vagy azért vannak átfedések ma már? Nyilván vannak átfedések, azért természetesen a legtöbben online fogyasztanak médiumokat. Itt a Mandinernek is naponta 200-250 ezer egyedi látogatója van. Nyilvánvalóan ehhez képest a print az mindig egy ilyen szűkebb, egy kifejezetten ezért a tartalom iránt érdeklődő közönséget képes bármelyik médiumnál elérni. De én azt látom, hogy akik viszont printet szeretnének olvasni, ők nagyon kitartóan olvasnak, hetente megvásárolják, végignézik alapot. Azt is látjuk, hogy rengeteg visszajelzés érkezik, elmondják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Közönség találkozókra hívnak minket, ahol megkérdezik, hogy ezt miért így csináltuk, miért úgy csináltuk. És azért ilyen a printben sokkal inkább van, mint az online-ban, tehát az sokkal inkább leköti az embereket, mint a pár perces kattintás és scrollolás. Nagyon szépen köszönjük Szalai Zoltánnak, hogy itt volt velünk, és akkor este a Mandinerrel, ma először a Kossuth Rádión. Köszönöm a lehetőséget.